hova tűnik el mindaz, ami már nem létezik? Hova tűnik el a tea, amit szerettem? A 60-as évek, a színes képekkel tele ABC-s könyv, az ének, amit mindig énekeltem. Nisa, a plüssmoci, akit belejtettem apóka sírjába, és senki nem akart utána ugrani. És apóka is. Hol van? Hol van Vitya? Hol van Párizs? Az a város, amiről mama és papa állandóan beszélt, hogy oda megyünk, hogy mindnyájan oda költözünk majd. És én Istenem, jó Istenem, kérlek szépen, vedd védőszárnyaid alá a testvéreimet, Sását, Vityát és Tulut, és a nagyszüleimet, apókát és bábuskát. És kérlek szépen, drága jó Istenem, vigyázz odafenn a mama és a papa lelkére, és Archimédészére, bárhol legyen. Apóka és bábuska annyira szerette őt, talán mert annyi pénzt adtak érte, mikor eladták azokat a díszes műtyűröket, ami a mama szép kis ládikójában volt. A zöldköves gyűrűből vették a tehenek, a nyakláncokból lett a takarmány, apóka órája, milyen szép zsebóra volt. Elment két zsák kukoricaliszte, végül a díszes kövekkel kivert fejéből lett Archimédész. Igazándiból nem is így hívták. Az igazi nevét csak apuka tudta, és amikor a fülébe sütta, annyira örült az a disznó, földig hajtotta a fejét, néha még egy imát is elmormolt. Amikor levárták, bábuska rettenetesen berugott, de annyira berugott, és azt ordította, hogy perzseljétek meg a sztáliuskát! Azt égesse a pokol tüze! Annyira ordított, hogy Sása és apuka úgy vitték be őt a házba, ne ordítson már, ne üvöltsön annyira! Istenke, bocsáss meg bábuskának, hogy nem szerette annyira apukát, mint Archimédészt. Mert amikor apuka meghalt, akkor bábuska nem is sírt, csak úgy tessék, lássék, meg se vert, így alaposan, mint téged. Mi szólt egy szót se? Fogta magát, Sására bízott, elment. Eleinte nagyon örültünk, aztán rossz volt. Sása nem adott enni, bement a városba, hazajött töblött egész nap. Nem is játszott velünk úgy, mint régen. Úgyhogy aztán nagyon örültünk, amikor
Visszajött bábuska. Kopasz volt, ronda volt, tele volt kékzöld foltokkal. Mi így is szeretjük, bármilyen ronda is legyen. Lulura, ne vigyázz, édes Istenem! Földbe harapott, becibálta a hajamat, fűszáimat, kicsi fűszámat, amivel kicsi lukat ástunk vityával, hogy ott tudjam gyakorolni, azt is betemette homokkal. Ott gyakoroltam, ahogy azt a mamának megígértem, mikor esténként kint álltunk a teraszon, és néztük a fekete utat, ami tele volt kövekkel. Jöttek az emberek, jöttek szegények, jöttek az állatok is, jöttek. Volt, aki megállt a kapunk előtt, volt, akinek bábuska adott enni, na nem mindenkinek. Volt, akinek apóka jól utána lőtt a kicsi puskájával. És jöttek az emberek. Jöttek. Soha nem volt vége. És aztán egy nap a mama megtanított, hogyan kell helyesen lélegeznem, hogy belőlem is angyal legyen, mint ő. Ha tudsz, mondta, sohagyts mélyeket. Egyre mélyebben, mélyebben szívod be a levegőt, a kezeddel így verdesel hozzá, egyre mélyebben, mélyebben szívod be a levegőt, és egyszer csak észreveszed, hogy felemelkedsz a földről. Egyre mélyebben, és mélyebben szívod be a levegőt, és egyre följebb, és följebb emelkedsz. Egyre mélyebben, és mélyebben szívod be a levegőt, egyre följebb, és följebb emelkedsz. És egyszer csak elrepülsz. Úgy, ahogy ő csinálta, mikor megtudta, hogy a papa mindenki sír, apóka is, a mama nem. Nem, nem, ő vett egy mély lélegzetet, és elment. És tudom, hogy ahova ment, ott neki sokkal jobb, mint itt nekünk, lent a földön. És Istenke azt is mond meg a mamának, hogy gyakorolom a lélegzést, és készülök, hogy egy nap én is angyalá változom, mint ő. Ja, és azt is mond meg neki, légy szíves, hogy mikor ő elment, akkor nekünk is el kellett menni, csak hogy mi lent mentünk a fekete úton, olyan szomorú volt mindenki, mi nem. Mi testvérek négyen, Szása, Vitya, Lulu meg én, nagyon örültünk, mikor előszedték a kicsi kocsit, és akkor fölültünk rá, és akkor az, hogy így rászkodottak, a magunkat röhögtünk, és egymást röhögtünk. Istenke, figyelj ide! Van egy kis időd, légy szíves, teremts a Lulu fenekére sok-sok fekete szemölcsöt! Állandóan húzigálja a hajamat, és csúfol, hogy nyájjál, mert így ott kezi, ott lábú, ott függő, és olyan a szaga, mint a mókus püsinek. Vannak emberek, akik a majomtól származnak, ezt tanultuk az iskolában. Hát ez a Lulu veszett mókustól származik. Én sarki kutyától származom, Vicska táncos arab telivértől, a mama fácántól, a papa pésmatulomtól, Tante Zsana libától, Miluc bácsi bakkecskétől. Tuti! Szása tigristől. Elvitték őt egy olyan helyre, ahol őt nem lehet meglátogatni. Nem úgy, mint Miluc bácsikánkat, aki egy nappal át éve azon dolgozik, hogy nekünk jó legyen. Na de, Miluc bácsi mégis meghalt. Na, és akkor megengedték, hogy imádkozzunk. Te Istenke, miért nem szabad nekünk templomba járni? És miért van az, hogy amikor apóka hazajön, és minden utcasarkon hánya magára a keresztet, akkor bábuska sír, nyüszi, reszket a félelemtől, és húzza haza, hogy jaj, pusem moly, apuka, pusem moly, pajtyó, pajtyó, mamó, pajtyó. Bábuska tyúktól származik. Istenke, ne engedd, hogy Szása azt tegye, amit a mama tett. Inkább itt van egy Bukarestbe. Dolgozzon a népért, forradalomért, akire mindent oda kell adni, amint csak van. Istenke, engedd meg, hogyha nagy leszek, akkor én is énekeljek a népért, meg a forradalomért. És legyek olyan, mint bábuska. Legyen ilyen nyúlzó, beesett az arcom, legyenek a
körmeim feketék és repedezettek, legyek tele lila meg zöld folttal, én is hadd legyek kopasz, és hadd sírjak és hadd nyűszítsek éjszaka félelmembe, és hadd igyam le magam minden május 1-én, amiről azt hallottuk, hogy a munkások nemzetközi ünnep, akik énekelnek, táncolnak. Istenke, köszönöm, hogy megszabadítottál a hülye német nevelőnőtömet, a hülye ostoba zongora órától, meg attól a francia órától. Istenke, engedd meg, hogy ha nagy leszek, akkor énekeljek olyan igazi felnőtteknek való dalokat, és lobogtassam a párt vörös zászlaját. Vicska, meg mint valami lobogó lángi, ukrán egyik háztetőről a másikra, mint amikor még a régi házunkban laktunk, és nem csak ezeket a gyönyörű orosz lömeget adták, amiből mennek a darvak. Vicska táncolna, én énekelnék. A munkásoknak szerencsétlenek, hogy dolgoznak a gyárakban, meg a bányákban, hogy nekünk jó legyen. Én énekelnék, na, zongorázni, azt nem. Szaxofonozni, azt igen. Egyszer, mikor a régi házunkban laktunk, akkor játszott nálunk egy fekete zenekar, és abban volt egy olyan nagyon fekete, fekete ember, hát az tuti, hogy a majomtól származik. Énekelnék, Vicska táncol, Lulu, ahogy szedi a jegyeket. Istenke, köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen! Hova tűnik el mindaz, ami már nem létezik? Hol van a színes képekkel tele ABC-s könyv? A teja, amit úgy szerettem. Hol van Misa? A plüsmaci, akit belejtettem apóka sírjába, és senki nem akart utána ugrani. És hol van apóka? Hol van Vitya? Hol van Párizs? Az a város, amiről a mama és a papa állandóan beszélt, hogy mind oda megyünk, mind oda költözünk majd. Potlográdba! Oda megy el minden! De Potlográdot egy másik apóka őrzi, nem olyan, mint az enyém a régi kis puskájával. Potman Kronsöté, mondja Párizs. Pásli, na Potlográd! Üvölti Sztálin atyánk. És az emberek mennek, szépen a fekete úton kivárják a sorukat. És ennek soha nem lesz vége. Zöld területek gondozási igazgatósága, 5. kerület, Bukarest. Tisztelt parancsnokertárs! Alulírott Grecsánu Vojkán Amélia Anasztázia Valéria, jelentem, hogy a Bukarest megyejogú város 5. kerületében dolgozó rendőröknek az ön neve semmit nem jelent. Hát én hiába mondtam, Fanni fedőnév alatt információkat gyűjtök. Ja, Fanni az a malackám, akit bábuska vásárolt egy húsvétkot, nem volt már báránya, a többi pénzt meg elköltötte házi pálinkára. Ezek a rendőrök azt mondták, hogy nem ismerik ön, bocsánat, kiröhögték ön, és bocsánat, disznó dolgokat mondtak önnel kapcsolatban. Azután betuszkolták Fannit a furgonba, visszajöttek, hogy engem kikérdezzenek, és jó alaposan meg is motozzanak. Hát nem tudtam, hogy hivatalosan ezt így hívják. Én szívből remélem, hogy Fannikát nem motozták meg, mert meg kell mondjam, hogy eleinte eléggé fájdalmas. Aztán rájöttem, hogy semmi különbség ezek között a rendőrök között, meg azok között a katonák között, akik a nagykövetségeket őrzik, csak hogy ezek nem ilyen szépek, meg szőkék, hát nekem a szőkék tetszenek, ez van. Nem adnak rágógumit se, lehet, hogy nekik sincsen, mert bűzlenek, parancsnokertárs, bűzlenek. Hagyma
fokhagyma, izzadság, meg a mozaik bűze. Ja? Parancsnokettás nem tudná, nálunk, ahol lakunk, nem lehet más dezodort kapni, csak a mozaikot. Hát nagyon jó az, illatos, már kicsit engem a WC fertőtlenítőre emlékeztet. 3 napig kell sorban állni, hogy kapjál egy adagot. Mindenki sorban áll, parancsnokettás. Mindenki sorban áll türelmesen. Ezért aztán egyformán jó szagban mindenütt. A villamosokon, buszokon, utcákon, tereken, egész városban, kerületben, országban, izzadság meg a mozaik bűze. Mondom, egy kicsit a rendőrség frissen fertőtlenített WC-re emlékezte, mostanában egyfolytában hányok. Eleinte azt hittem, hogy a mozaik miatt. Hát aztán rájöttem, hogy mégis az a motozás. Most a kórházból írok önnek, ahova behozta, mert nem, semmire nem emlékeztem, a nevem is csak tegnap jutott eszembe, nem is teljesen ráadásul, ez igen nagy baj, mert erről nagyon sok más is eszembe jutott. Na nem panaszképpen írok önnek, nem, itt nagyon jó dolgom van, nagyon jó bánnak velem. Én azért mertem bátorkodni, zavarni önt, hogy hát, ha tud valamit Fanniról, a malackámról, annyira vágyom látni őt. Tudja, parancsnok elvtárs, olyan picike volt, amikor megkaptam, nem is tudott beszélni. Azt se tudta mondani, hogy röf-röf-röf, guic-guic-guic. Csak nyávogott olyan kicsi kismacska hangon. Nálunk, ahol mi lakunk, tilos kutyát vagy macskát tartani a párt utasításának az értelmében. De lévén, hogy a párt nem gondolt a disznókra, így megengedte, hogy megtartsuk Fannikát, és arra is megtanított, hogy mivel etessem. Így tehát beépültem a szomszédos és baráti országok nagykövetségénél dolgozó katonák közé, akik megengedték, a kicsit papás-mamás játszottunk, és cserébe megengedték, hogy turkáljak a szemetjükben, csomó-csomó hasznos dolgot tanultam. Parancsnokertárs, például Dánia. Dánia nagyon szép ország. Bele van csomagolva ilyen sárga, mézízű viaszban, mint a sajtok. Anglia borzalmas. Tele van romlott tojással, meg valamilyen furcsa édes kásával. A németek meg ilyen ízetlen kolbászokat esznek, a magyarok meg valami piros szaftal öntenek le mindent. Az oroszoknál semmit nem találtam. Csak üres üveget. Drága jó Istenem, ezek soha nem esznek. Mit mondjak? Franciaország egy nagy túró. Kifordul az ember bele attól a sárga nyúlós, attól a camembert-től. De a croissant az nagyon finom, hát legalábbis Fannira kízlet nagyon fontos, mert ha valami nem ízlet neki, akkor koplaszt és duzzogott. Az amerikai nagykövetségre nem jutottam el, mert nagyon nyilvános helyen van, és olyan fekete katonák őrzik. Nekem meg csak a szőkék tetszenek. Ez van. De Fanni nőtt, mint a mesében. Többet nőtt egy hét alatt, mint más egy év alatt. Nyakörvet tettem rá, levittem a negyedbe sétálni, nagyon illedelmes volt, nagyon szépen végezte a dolgát. Szomszédok nem szóltak, arra számítottak, hogy kapnak majd kóstolót Fannival. Na, arra várhattak! Nagyon-nagyon összenőttünk. Együtt aludtunk, reggel és este énekeltem neki, főleg este, elalvás előtt. Nekem a fölfölti rabjai a földnek, ezt tetszett a legjobban, mert amikor még a régi házunkban laktunk, akkor Vicskát ugye kidobták a balettintézetből valami politikai ok miatt, és otthon gyakorolt az istálóba, és mindig azt mondta, hogy Emeli, énekelj valamit. Mondtam, jó. Lenin, azt mondta, nem, ez nem jó. Pártalan, ez se jó. Énekeld azt, hogy fölfölti rabjai a földnek, arra már jó lehet táncolni, meg számolni. Hát, mert most is látom Vicskát, ahogy forog körbe, és elcsúszott a trágyalébe, az egész Vicska tiszta szar lett. Jaj, parancsnokertárs, hát hallotta volna, hogy Fanni hogy énekelte? Fölfölti rabjai a földnek. Na jó, hát bábuskának más volt a véleménye. És egy este, karácsony előtt pár nappal megpróbálta. Neki ment a fejszével Fanninak. Mondtam, Fanni akkor elég verekedős és ingerlékeny volt, olyan 200 kilót nyomott, és ahogy védekezett, véletlenül meglökte bábuskát, aki kizuhant az erkélyről. Mert az ajtó nem záródott jól, se az ablakok. A
párt utasítása értelmében így kellett aludnunk, mínusz 10-15 fokban, hogy egészségesek legyünk, látja a parasolykeftes, milyen egészségesek vagyunk. Szóval, mondtam, bábuska kizuhant az erkélyről, de sajnos magával rántotta Fannit is. Az a szerencse, hogy lakott lent egy orvos, aki kihívta a mentőket, azok ki is jöttek, és begipszelték a lábát szegény Fanninak. Kár, hogy az egyik leharapott egy darabot a füléből. Láttam, hogy rák valami. Ja, bábuska, mire megnéztük? Meg ott holva. Belesett a fejszébe. Ide vezet az emberi mohóság. Karácsonykor temettük. Milyen irigy emberek vannak, parancsnokertás? Hát valaki följelentette Fannikát, hogy szándékosan lőttek ki az erkélyről bábuskát. Kijöttek a rendőrök, ott a 8 autói villottak. Megtuszkolták Fannikát a furgonba, engem meg visszajöttek, meg itt jó alaposan megmotoztak. Szegény Fanni, hát ő nem tudta, hogy mi történik vele. Olyan rémült volt, mint egy kisgyerek, és ahogy távolodott a furgon, hallottam, hogy elkezd énekelni. Először halkan. Föl-föl, ti rabjai a földnek, föl-föl, te éhes proletár. Aztán hangosabban. A győzelem napjai jönnek, rabságodnak vége már. Aztán én is vele, a múltat végképp eltörölni, rabszolga hadd indulj velünk, a föld fog sarkából kidőlni. Semmik vagyunk. Új évre kaptam egy cédulát, hogy a fegyveres őrizet ellenére megszökött. Hogy szökött volna meg? Be volt gipszelve a lábam. Látja, panasnok elvtárs, így maradtam én egyedül. Nicska elment, ugye, ahogy ő mondja, táncoljon szeretett vezérünkért. Lulu a fiatalkorúak javítóintézetében van, Szása. A mama meg a papa apukával, bábuskával és Archimédesszel. Odafött, és Fanni. Tisztelt parancsnok elvtárs! Pártunk és szeretett vezérünk nevében kérem, sót követelem, hogy büntesse meg azokat az embereket, akik ilyen rondán beszéltek őről, és ha már jól megbüntette őket, akkor kérem szépen derítse ki, hogy mi van Fannival. Annyira hiányzik. Segítségét előre is köszönöm. Alulírott Grecsánu Vojkán Amelia Anastázia Valéria, a bukaresti 3. számú iskola, 3. osztályos tanulója, 11. F osztály. Köszönöm. 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 Köszönöm a boldog gyerekkort, az álmok nélküli nyugodt éjszakákat, amiket nem zavart meg a föld alatt tartott politikai foglyok ordítása. Köszönöm. Köszönöm az ország villamosítását, hogy megtanítottál olvasni a villanykörte pislákoló fényénél szótagolva, a vörös csillagból, a szikrából, a vörös lobogóból, a kommunista meggyőződésekből. Köszönöm. Köszönöm a lenolaj adagot, amelyben megsütöttük azt az 5 tojást, amit kiutaltál havonta, a téglakorral ízesített szalámit, amiből minden vasárnap lakmároztunk, a keserű szénporral kevert kávét, hogy ne pazaroljuk a cukrot, mely úgysem olvad el, nem édes, nem fehér, végül is nem cukor. Köszönöm. Köszönöm a gondok nélküli jelent, a félelmet, mely áthat minden nap és minden éjjel, mikor köszönöm, hogy kikapcsolod a villanyt. Nehogy túl sokat lássunk, nehogy túl sokat halljunk, hogy kikapcsolod a fűtést, nehogy ugyanannál a tűznél melegedjünk, a magyarokkal, a zsidókkal, a cigányokkal, hogy Isten őriz. A lengyelekkel, az oroszokkal, a bolgárokkal, a szerbekkel, vagy éppen az amerikaiakkal. Köszönöm, hogy nem engedsz a saját fejem szerint csavarogni a nagyvilágban, abban a világban, ami nem a miénk,
hanem a kapitalistáké, a hazárulóké, azoké, akik megszöktek és itt hagytak ebben a csúnya és veszélyes világban, ahol az egyedüli Éden-szigete az én hazám. Köszönöm, hogy megtanítottál, mit beszéljek, és hogy mondjam ki a szép szavakat. Mint például munkamegosztás, sokoldalúan fejlett szocialista társadalom, mezőgazdasági termelőszövetkezet, osztályharc, monolit, 5 éves terv, iparosítás, cikória kávé, állami gazdaság, cenzúra, Csernobil, csirkeláb, 1003-as Dacia, negyedosztályú 8 négyzetméteres komfortos garzon WC-vel és zuhanyozóval, éjszakai híradó. És hogy elfelejtsem a csúnya szavakat, mint például útlevél, Coca-Cola, csokoládé, király, pszichoanalízis, görög katolikusok, Mercedes, narancs, Európa, szabadság, jó magam, Isten. Szívemből köszönöm pártunknak a fényes jövőt, szeretett vezérünknek és erőteljes feleségének, aki a mi anyánk, minnyájunké, cserébe ezért a gondoskodásért, állásan sietünk, repülve, megyünk a kommunizmus felé, és a szeretett haza, az én hazám, szintén siet. Az én hazám egy malacka. Fanninak hívják. Őt tették meg a rendőrök. A parancsnok elvtársal az élet. Mindezért, sok-sok másért. Köszönöm. Édes kicsi fiam, egyetlen drága kisfiam, egyszem gyerekem. Hát ne haragudj, hogy ilyen régen nem voltam nálad. Bocsáss meg, de annyi dolgom volt, most is turnézni megyünk. Tudod hova? Japánba. Hát remélem most oda is érünk, mert a múltkor visszafordítottak, és Máramaros szigeten kötöttünk ki. Ez majdnem olyan, mint amikor majdnem eljutottunk Londonba, és akkor a végén Resicabányán szerepeltünk. Olyan szép kultúráza van ennek a Resicabányának. Azt mondják a lányok, hogyha eljutottunk volna Londonba, akkor odajött volna a királynő, és gratulált volna nekem, mert a lányok közül én tudok a legszebben pukerlizni. Hát mondjuk a Resicabányai tanácselnök elvtárs ezt nem nagyon értékeltette. Megyek! Látod, hívnak már. Tulajdonképpen, azért jöttem. Valamit szeretnék neked elmesélni. Ne haragudj, hogy nem voltam 3 éve, és na mindegy, zavarba vagyok egy kicsit, de jó van. Vedd úgy, mint egy születésnapi ajándékot. Tudod, mi történt? Férhez mentem. Nem írtam már egyedül. Tudod, hol találkoztunk? Egy tömeggyűlésen. Az úgy volt, hogy az elvtárs fent szónokolt a trikoloros tribünnél. Mi meg lengettük a kis zászlócskáinkat, úgy, ahogy az elvtársak mondták, akik ott vigyáztak ránk. És egyszer csak az én emberem szeme megakadt rajtam, az én kis kabátkámon, a térdzoknimon, vadonatúj kínai tornacipőmön, tudod, hogy mindig mennyire pedáns voltam, de ő is milyen szép volt. Magas volt, szőke, olyan volt, mint egy szál fenyő, 2 kezes lábasban, ide be volt hajtogatva a sapkája.
És ahogy lengettük a zászlócskákat, egyszerre skandáltunk, hogy pártunkkal és népünkkel építjük a szép jövőt. Piros rózsa tulipán, a legszebb az én hazám. És aztán egyszerre elkezdtünk együtt énekelni, de nem fogod elhinni, együtt ugyanazt a dalt, és abban a dermedt csendben, amiben még az elvtárs is elhallgatott, ott fönn a trikoloros tribűnnél, egyszer csak elkezdett velünk énekelni az egész stadion. Mindenki, aki ott volt, minden ember, egyre hangosabban, és hangosabban, az a rengeteg ember, az a millió ember, és akkor én valamilyen furcsa bizsergést éreztem, és egyszer csak éreztem, hogy veszek egy mély levegőt, és megemelkedtem a földről. Megemelkedtem a földről egyre magasabbra, és magasabbra emelkedtem, és velem együtt az a rengeteg ember egyre magasabbra, és magasabbra emelkedett, és a mi hangunktól zengett. Zengett az egész utca, az egész kerület, az egész város, az egész világ, a mi hangunktól volt hangos, millió és milliónyi angyal, az egészséges torkukból azok a gyönyörű fiatal emberek, és egyre magasabban, magasabban szálltunk, gyönyörű kék kis szárnyakkal. Hallgassatok! Bofa be! Kús! Lengettük a zászlócskáinkat, de már nem voltak szárnyaink. Hűha! Hát az elvtárs nagyon mérges volt. Valamit mondott mi rólunk, meg a pártfegyelemről. Aztán elvittek minket valahova, bezártak egy sötét helyre, és nem adtak ott enni, meg inni, ott felejtettek pár napig, de nem baj, mert ott szerettünk egymásba, és ott tanultunk meg együtt lélegezni, és hallgatni. Látod, kisfiam, a mama erre nem tanított meg, de a párt igen. Mély lélegzet, mondja a mama. Hallgass, mondja a párt. Mély lélegzet, és kós! Aztán jövök már várdatta. Aztán, amikor kiszabadultunk onnan, akkor fogtunk egy buszt, lementünk a tengerpartra, nem vacakoltunk sokat, összeházasodtunk. Ez a burzsoá dolgok. Tudod, úgy sajnálom, hogy te olyan korán elmentél. Egy csomó dologról nem tudtunk beszélgetni. Az ilyen a szerelem. A szerelemben a szex nem számít. Akkor nem tudom, mi számít. Az egyenjogúság. A nász éjszakán csaltam meg először. A liftes fiúval. Elküldött cigarettáig, hülyének néz engem. Állod a 15. emeletén laktunk, libbő volt nagy 20 darab. Közben nagyon jól szórakoztam, hogy milyen dühös, nincsen cigarettája. Aztán, amikor visszamentem, akkor ott döglött és horkolt. Erre én is visszamentem. Megkerestem a liftes fiút. Hajnalig járattuk le föl a liftet. Most is emlékszem. Elfelejtette a születésnapomat. Lefeküdtem a kórus karnagyával. Aztán, amikor eljátszott a jegygyűrűjét pókerem, akkor végigment rajtam az egész basszus meg bariton szólat. Kávés lett az abrosz. Lementem az országútra, összejöttem 4 kamionsofőrrel, 2 törökkel, 2 hollanddal. Mikor azt mondta, hogy kövér vagyok, akkor végigjártam az összes szállodákat, és a pénzt, amit kaptam, azt elkötöttem ruhákra. Azt hiszi, hogy nem veszem észre a disznóságait, hogy a sűrűn cseri a kottákat a vala szőke tehénnel. Na jó van. Nem enged beszélgetni a barátnőimmel, szőr lóg az orrából, befög, hasa alatti részt így vakargatja, gyűjti a sörös kupakokat, bütyke van. Kitaláltam egy nagyon hatásos védekelési és pontozási rendszer. De figyelj ide, nem ők két teljesen hülye. Figyelj rá! Sára szőnyegen 5 pont. Korpa a gallérián 8 pont. Azt mondja, hogy Nikulinának szépek a lába.
10 pont. Azt mondja, hogy nyilván a mi csodája is szép. 25 pont! Nem jön haza, nem tudom, hol van 1 pont. Amikor összegyűlik úgy, tudom én, 25 pont, akkor lemegyek az országútra. Ne aggódj, bírom még nehezen, nehezen, de bírom. Igaz, hogy időnként árengedményt is adok. Főleg ünnepnapokon, május 1-én. Azt tanultuk, hogy a munkások nemzetközi ünnep. Mindegy. Kisfiam. Megyek, megyek már. Várnak. Figyelj ide, kisfiam. Ha találkozol fönt a mamával, mondd meg neki, hogy nem felejtettem el, hogyan kell helyesen lélegezni. Néha elég egyetlen lélegzet egy egész nap. Látod? Te nem tudtad, hogyan kell helyesen lélegezni. Csak úgy elindultál. Párizsi. Nagybátyádé. Azt hallottam, hogy most úgy hívhatja magát, hogy Viktor. Belgrád közelében lelőttek. Megsérültek a szárnyai. Ha találkozol odafent a többiekkel, mondd meg, hogy készülök, hogy egyszer angyallá változom. És azt is mondd meg, hogy nagyon vigyázzanak magukra. És nagyon vigyázzanak arra, hogy merre repülnek. Nem akarok meghalni, mielőtt felébrednék az álomból, amely az egész életem. Reggel ki akarom nyitni a szemem, sétálni mezít láb a füvön, az elvadult szivárvány alatt kiterjeszteni szárnyaimat a súlyos, sós levegőben, amely olyan, mint a tenger vize. A tenger vize. Csak azután akarok meghalni, miután felébredtem az életből, amit álmodom, letakart arccal, megkötözött kézzel, becsukott szemmel, megfagyott szívvel. Pillanatokig tart az álom, de hosszú, mint az élete. És a fordítva van. És egy lélegzetnyi az egész élet. Akkor jobb, ha mélyen beszívod a levegőt. Egyre mélyebben. És mélyebben szívod be a levegőt. Egyre mélyebben. Szerette az ilyen dolgokat. Hú, de jól néz ki! Vicsa! Vicsa!
volt, azt énekelek, amit akarok. Mi köze hozzá? Vicsa! Vicsa! Itt vagyok! Jaj, Istenem, ilyen jól néz ki! Pedig, hogy megvan 60 éves. Igen, 3 év van közöttünk, Vicsa! Vicsa! Júj, de büszke lenne a mama, ha most látna, Vicsa! Nem úgy, mint Lulu. Szegény Lulu. Nem maradt más belőle, csak egy fénykép, ahol dinnyehéjból cipőcskéket húz Archimédész lábára. Mindig szerette kínozni az állatokat. Ezért is tették zsilabárra, mint börtönőr. Aztán azt hallottam, hogy beállt a hadsereghez. Azt olvastam, hogy főbelőtte magát. Tévedésből. Fegyvertisztítás közben. Véletlenül. Vicsa! Vicsa! Nézd már ide! Vicsa! Jaj, Istenem! Tudja, az én testvérem híres balettáncos. Benne volt a tévében is, még a királynő is fogadta, valami plecsnit is kapott. Úgy nyilatkozott a tévében. Hát jó, én rólam nem beszél, de hát nem baj. Biztos nincsen semmi érdekes írvatom. Nem baj. Vicsa! 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 Vicsa, hova mész? Vicsa! Ne arra menj, Vicsa, itt vagyok, Amelie vagyok, Vicsa! Vicsa, 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 Viktor! Nem ismert meg. Nem akart megismerni. Lehet, hogy már nem is létezem. Azután akarok meghalni, miután felébredtem ebből az életből, amit álmodom. Letakart arccal, becsukott szemmel, megkötözött kézzel, megfagyott szívvel. Csak azután akarok meghalni. Kedves, drága jó Vicsa! Közülünk te tudtad egyedül, hogyan kell helyesen lélegezni. Vettél egy mély levegőt, átszálltál a város fölött, a hegyek fölött, a fenyvesek fölött megsálltál Párizsig. Kedves Vicsa! Egy haláltánc! Nem szégyeled magad? Soha semmit sem küldtél nekem. Semmit, egy rohadt szoknyát. Tábla csokit. Bábuska mindig neked dugdosta a cukrot a kötényébe. Soha semmit nem küldtél, mint más rendes emberek, akiknek külföldön élő rokonaik vannak. Rohadj meg, diszlókapitalista! Rohadj meg! Föl-föl, ha! Ez sincs többé! Semmi sincs többé! Mióta megszűnt a pásztorka együttes, semmi sincs. Megnyíltak a határok, de ki ide jön? A nyugdíj meg minden olyan szarmalat, mint volt. Arra jó nem beszélni. Én igen, azt hittem, hogy a külföldi szarnak valahogy más szaga van. Franciáhez. Levendula szagú. Az angoloké tatárbiftek szagú. A oroszoké halszagú. A svájciaké olyan, amire az eurót nyomják. Franc! Hülyeség! Baromság! Baromság az egész! A szar! Szar marad! A szar! A szar! Jöjjön be, kedves uram! Ott van! Oda lehet betenni! Kedves uram! Hogy én tudok-e énekelni, köze hozzá? Ja, hogy maga nem itt töltötte a gyerekkorát, onnan ez az érdekes akcentus. Milyen találkozás lenne Otopennyi közvécében. Mi van? Hogy én a húgára emlékeztetem, uram, ugye, ha már kétlem. Mifélének nincsen húga, testvére,
Mi testvérünk az a felmosorony meg a klór, amivel Budit takarítjuk. De maga húgának aranyszíve volt. Hát, az tuti, hogy nem én vagyok. Az tuti. Tudja miért? Mindenek elmondom. Olyan szimpatikus, meg úgy... Úgy emlékeztet is valakire. Ebben az országban az emberek megették a szívüket. Mindenki a sajátja. Hova megy, kedves ura? Volt egy tél, amikor szörnyű hideg volt. El kellett dönteni, hogy megesszük, vagy meghalunk. Semmi kedvem nem volt megenni a saját szívemet. Kényszeríteni kellett. Aztán a végén megkóstoltam mindenki a sajátját. Nem is volt olyan rossz. Zsengehús, meleg. Aztán mindenki szépen megette a saját szívét. Én az enyémben sok mindent találtam ám, amivel játszani lehetett. Néhány dombot, egy házikót, egy nagy-nagy babaházikót, amiből sorban előjöttek. A mama, a papa, és bábuska, és apóka, és Archimédész, parancsnok elvtárs, Vannika, és Viktorka, a kisfia, és Sása, és Vitya, és Lulu, és Fannika, és Párizs, és London, és Japán. És a szívemben ott volt egész Párizs. A szív nem könnyű étel, nehezen lehet megemészteni. És a félelem megnehezíti az emésztést. A félelem attól, hogy minden darabkája elfogy. És akkor mi van? Akkor meghalom. Ugyan már. Hát nem lehet szív nélkül élni. Ki hallott ilyet? Szív nélkül élni. Baromság. Szív nélkül élni. Hülyesség. Olyan nincs. Tudja. Maga először ül repülőn? Én már bejártam az egész világot. Mindent láttam. Minden. Mit mondjam? Franciaország egy nagy túró, a Mona Lisa meg egy kövér nagysága, majd sárga fogakkal. London, ugyan már, a testvérem mindenhova elvitt, híres balettáncos a testvérem. Elvitt mindenhova, elvitt az Albert Hallba, hát ugyanolyan, mint a Resica bánya. Meg az a sok pezsgő, meg kaviár, amit a testvérem belém tuszkolt, aj, de fájt a nyugrom tőle. Nem is ez a baj, hanem az a baj, hogy mindenhová velünk jött ez az Alfonz. Ez az Alfonz nem is a testvére Vityának. Festett szőke haj. Mégis egy ágyban alusznak. Nem is értem. Mindent ő csinál Vityának. Ő a szobalánya, a testőre, a sofőrje. Ő viszi be reggel a kávét, meg a croissant. Szegény Fanny, mennyire szerette a croissant? Azt olvastam itt az újságban, Vitya, ha meghal, mindent ráhagy erre az Alfonzra. Jó, megmérgezi vala a kávéval. Nem érzi? Fölszálltunk? Igen, emelkedünk. Bekötötte az övét, vigyázzon, mert itt rémszigorúak. Én mindig az ablak mellé kérem a jegyemet. Hát, ha ki van írva vészkijárat, mondjuk, ha vész esete forog fenn, mondjuk,
Elég a parancsnok elvtárs. Nem lehet tudni. Itt mindenki fél. Mitől félek? Hát fönt vagyunk, a levegőben vagyunk. Itt olyan szép minden. Jön a kaja. Hú, mit kapunk ma? Tegnap tészta volt. Gombás csirke. Leves nem kapunk. Én az édességet szeretem a legjobban. Csak kompót ne legyen, jaj. Utkor egy hétig alma kompót volt, borzasztó volt, olyan mérges voltam. Fogtam az egész tálcát, kiröptem a nőnek a kezébe. Repültek az alma kompótok, minden tiszta alma kompót volt. Tiszta alma kompót volt itt a szomszédnak az ágyak, ilyen cédulákon dugtos a matrackája alatt, amire rá van írva, hogy nyugdíjas a tüntessetek. Ezek a cédulkák mind tocsogtak az alma rémben, a másik meg annyira röhögött, hogy minden Parkinson-ja ellenére elvesztette a fogsorát. Én nekem csak a szemüvegem tört el, de nem baj, sokkal jobban látok szemüveg nélkül. Na, hogy vagyunk a magasban? Hát ugye a hallásom az már nem a régi, azt mondta Vitka, hogy valami gépet szerez nekem, de nem hallok semmit. Most is valamit mondanak. Mit mondanak? Mit mondtak? Kinyitják az ajtót? Kinyitják az ajtót. Érzi ezt a húzatot? De jó a levegő. Kinyitották az ajtót. Nem kell az édesség, sem magának adom. Én kilépek. Én itt vagyok minden. Ez egy olyan ajtó, ami csak egyszer nyílik ki az életben. Nincs második alkalom. Nem jön? Tényleg? Én megyek. Én kilépek. Én kiléptem. Ilyen erős fény, mint nyáron eső után, szivárvány, ú, de gyönyörű szivárvány. Na hát, Fanni! Hogy megnőttél, Fanni? Jaj, de jó, hogy összebarátkoztatok Árkibédésszel. Miri bábuska, elmutak a zöld foltjaid, apuka! Te is itt vagy! Sasha! Hol voltál eddig? Sasha! Viktor, a pici fia! Jaj! Lulu, hagyjál! Papa, szólj rá! Ne cibálja a hajamat! Viktor, hol van? Ésik, mint mindig. Batman Grange-té! Batman Tandű! Mama, hát nem mentél el, mama. Jaj, mama, de jó, hogy itt vagy. Mama, de mama, tudnád, hogy milyen rossz álmom volt? Milyen rossz, milyen képtelen álmom volt? Mama, ugye már nem mész el, mama. Ugye soha többé nem mész el, mama. Rossz volt ez az álom, olyan jó, hogy felébredtem. De jó, hogy csak álom volt. De jó. De jó. De jó, hogy csak álom volt. De jó, hogy felébredtem.